A ringben egyszerre csak egy személy tartózkodhat, amit valaki kijutott, a következő váltja. Értékelésnél az összidő számít. A feladatok ismertetésével kezdődött az őselemek vetélkedője a futurában. A harmadik, negyedik osztályos gyerekeknek az intézmény négy szintjén kellett összemérniük tudásukat. Minden szint egy őselemet képvisel. A versenyszámok között volt, ami a lexikális tudásra épített, és volt, ami az ügyességre, mint például a kötéllabirintus. Nekem volt egy ilyen szalag a hasamon, és akkor a piros vonalon át kellett mennem, úgyhogy nem szabadott a kezemmel felemelnem a szalagot. A víz szintjén a szigetköz élővilágához kapcsolódtak a feladatok, a diákok így játszottak és tanultak is. Itt például halakat kellett felismerniük. Ott benne az a pici? Igen, helyes, helyes. Egy már megvan. Sügér. Lássuk, hol van a sügér. Volt olyan feladat, ami egyszerűbbnek látszott, mégis komoly nehézséget okozott a végrehajtása. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen nehéz is irányítani a levegőt. Egy csővel így, amiből jött levegő, azzal át kellett vinni a labdát a karikán, és az volt a nehezebbik része. Milyen próbának vetik alá az új holdi építményeket tesztelve önállóságukat? Légkörtelenítési teszt. A tűz szintjén is sok volt a megválaszolásra váró kérdés, a kicsik azonban lelkesen keresték a válaszokat. Nagyon jól éreztem ott magamat, ráadásul nagyon sok érdekes dolog is volt ott. Tudsz mesélni ilyen érdekes dolgokról, hogy mit láttál? Hát az új építkezést a Holdon, meg hogy mi történt az első Hold sétán. A vetélkedőt hagyományteremtő céllal szervezte meg a Futura. A versenyző osztályok kiválasztásánál több szempontot is figyelembe vettek. Igazándiból a harmadikos, negyedikes korosztály napköziben még tud készülni erre, tehát tablókészítés volt az előzetes feladat, ugye erre is készülni kellett. Akkor a következő feladat, amit itt most előadtak, kísérleti bemutató, tehát erre készülniük kellett, de úgy gondolom, hogy ki fogjuk terjeszteni a korosztályt, tehát több versenyt fogunk jövő évben csinálni, mert nagyon, nagyon látványos és nagyon jó kísérletek születtek. Úgyhogy ezt folytatni kell. A gyerekek lelkesedése minden feladatnál nagy volt. Itt például a Futura épülete készül szivacsépítő elemekből. Egy szinttel feljebb pedig egy dallamot gyakoroltak be a kicsik, amit hibátlanul adtak elő. A diákok arcát látva elmondhatjuk, ebben a versenyben nem a győzelem számított, hanem a részvétel.